következő mintakör a személyek lettek alkalmazva itt a tervezés során. Itt mindkét oldalon kell szélesítés. Ez az útügyi műszaki előírásnak megfelelően lett kialakítva. Tehát a fagyvédő réteg olyan 4%-os esés, a burkolatok esése változó, és a patka pedig 5%-os. Itt megvannak az egymáshoz képest való burkolat eltolások. Itt van benne egy átlapolás. Ez, hogyha kell szélesítés, ez a mintakereszt szervén lesz lerakva. Hogyha nem kell szélesítés, akkor pedig csak egy egyszerű patka. És ez megvalósítható egy mintakereszt szervényben feltételes elemek segítségével, illetve a seri mintakereszt szervények elemek segítségével. Itt ebben a rajzban 4 seri mintakereszt szervény alkotóelem lesz használatos. Van egyszer egy patka, és egy patka 2. A patkát akkor használjuk, hogyha kell szélesítés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a kopórétegnek a tetején elvágjuk a nyomtermodellünket, és ezzel a patkával csatlakozunk oda. Ez úgy lett kialakítva, hogy itt meg lehet adni a burkolat eltolást, meg lehet adni külön a fagyvédő rétegnek az esését, a szélességét, az alsó szélességét, a patkának az esését és a burkolatoknak az esését. Ez a keresztszelvény elem képes, mint a keresztszelvényünk, tehát 4 ág van rajta, attól függően, hogy kell-e szélesítés, illetve nem kell szélesítés. Ez az elem képes átvenni a kupórétegnek az esését, tehát úgy van kialakítva, és a burkolat szélek is ugyanúgy esnek, ahogy a kupórétek. Itt van még egy burkolat elem. Ez a burkolat változó eséssel. Itt meg lehet adni külön az alsó élnek az esését, tehát az alsó élnek az esését meg lehet adni, és a felső élnek is az esését. Ez különféle, ennek különféle méretei lesznek itt ebben a pontban, attól függően, hogy mekkora a szélesítésünk. És ezt kimeneti adatként ez az objektum tudja fogadni ezt a bemeneti adatot, tehát teljes mértékben együtt fog vele dolgozni. Tehát ennek a távolsága ugyanakkor lesz, mint ennek. Most nézzük meg a kirajzolt mintakereszt-szelvényeket. Tehát ez így néz ki. Itt az összes adat kinyerhető belőle, tehát a fagyvédő rétegnek a térfogatai számolhatóak, a feltöltés térfogata, a patkának a térfogata. Az így nagyon szépen együtt dolgozik, itt van, hogyha csak patka kell. Nagy mértékben leegyszerűsítik a mintakereszt-szelvény felépítését. Itt most nézzük meg a változtatásokat. Nyomtörnek mondjuk a 300-as szelvényében. Ezt az esést megdöntjük erre, tehát 3%-os lesz, tehát egy mínusz 3%-os esést fogunk választani. Itt megnézzük a nyomterv kereszt-szelvény szerkesztőben. A 300-as szelvénynél 300-as szelvény paraméter szerkesztő, és a bal kopót állítjuk be mínusz 3%-ra. Itt már megváltozott, ugye a kereszt szelvény szerkesztőbe frissítsük a nyomtervet. Jó, frissítés után zárjuk be ezt az ablakot. Akkor itt látszik a 300-as szelvénybe, tehát megváltozott az, és nagyon szépen együtt dolgozik az összes elem. Ezt meg lehet nézni itt a torzított kereszt szelvényeknél is a 300-ast. Itt a Maráski egyenlítés felület, az pedig a Maráski egyenlítés legjobban ezzel a humusz, seri humusszal oldható meg. És itt vannak az értékei Maráski egyenlítésnek centiméterben tizedes pontossággal. Itt az összes adat számítható, itt vannak a térfogattáblázatok egyenként. Kopóréteg, kötőréteg, alapréteg, CKT, feltöltés, fagyvédő és a patka.
És itt van természetesen a Marenski kiegyenlítés táblázat is. Ezek a térfogat adatok mint számolhatóak ebből a felépített nyomtárs modellből. Bal oldalon ugyanúgy van felépítve, mert valamikor kell szélesítés, valamikor meg csak a patka kell. Az árok alja pedig vezérelhető hosszávénnyel van kialakítva a nyomtárs modellünk. Hát azt a 30 centit minimum megtartja, és ha az alá kell menni, akkor ez hosszávénnyel vezérelhető.